Jelenleg 127 hektáros a Nyíregyházi Ipari Park. Az ipari park tavaly két kiemelt nagy beruházást hajtott végre, az egyik a Lego, a másik pedig az Electrolux gyárhoz kapcsolódott. Olyan nagy az érdeklődés a befektetők részéről, hogy a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzs nemrég a bővítéséről tárgyalt. Erről beszélt televíziónknak szeptember elején a törzs vezetője, Szijjártó Péter miniszter. Nyíregyházán például csütörtökön fogjuk tárgyalni operatív törzsülésen azt a javaslatot, amely újabb földterületek megvásárlását teszi majd lehetővé a nyíregyházi önkormányzat számára, hogy növelje az ipari parkjának a méretét. A döntés megszületett, 88 hektáron bővül az ipari park, hogy az újabb érdeklődőknek közművesített területeket tudjanak értékesíteni. Kormánydöntés született az operatív törzs javaslatára arról, hogy 3 milliárd 230 millió forintot kaptunk annak az általunk megvásárolt 88 hektár területnek a közművesítésére, amivel az ipari parkot bővíteni fogjuk. Ez már folyamatban van, elkezdődött, és ezen kívül is szeretnénk tárgyalunk nagyobb területvásárlásról, mert az a mindössze 127 hektáros ipari park területe teljesen betelt. A 2,3 hektáros utolsó még el nem adott részt az elmúlt évben két nyíregyházi vállalkozásnak tudtuk értékesíteni, és szükség van épp a városvezetési program miatt is, hogy legyenek fejlesztési területek. Kovács Ferenc polgármester azt is elmondta, hogy a város eredményeit két területen is elismerték a közelmúltban. Egyrészt az év ipari parkja lett a nyíregyházi, másrészt megkapták a tehetségbarát önkormányzat díját is. Nyíregyháza város neve, brendje az rengeteget emelkedett, többek között ezek miatt, a díjak miatt is. Ugye most legutóbb két hete kaptuk az év ipari parkja címe díjat, meg a tehetségbarát önkormányzat díjat egy héten. Ez is nekem nagyon kedves, és nekem össze is kapcsolódik a kettő, mert ugye két évvel ezelőtt, amikor indítottuk ezt az önkormányzati ciklust, akkor azt mondtuk, hogy a legfontosabb, már elértünk oda, hogy hozzákezdjünk ahhoz a programhoz, ami színvonalas munkahely teremtő beruházások támogatását jelenti, annak érdekében, hogy azok a fiatalok, akik elmennek a városból tanulni, és azzal a szándékkal, hogy visszajönnek Nyíregyházára, és itt tervezik az életüket, ezt meg tudják tenni. Ehhez a munkahely, a lakás és egy élhető város az elengedhetetlen. Én azt gondolom, hogy mind a három ügyben komoly előrelépés történt Nyíregyházán. Ezt ismeri el ez a két díj. Kovács Ferenc polgármester elmondta, hogy az új beruházásokra szánt források és díjak mellett örömmel tölti el, hogy a Jobb veled a világ alapítvány és az ELTE kutatócsoportja online felmérése alapján Nyíregyháza nem csak felkerült a boldogság térképre, de a globális jólét értékei alapján a második helyezést sikerült elérnie rajta, így városunk lett a második legboldogabb magyarországi város is.